hegyek, vizek, mezők, költők, a gyűlölet! És a színház, hát nem sok, de nem is kell. Mezei Mária 1909-ben született Kecskeméten. Az érdemes és kiváló művészt számtalan filmből, színházi szerepeiből ismerhetjük, és Márai Sándorral való különleges kapcsolatáról. Életében a Nemzeti Színház színésznője, Tóth Augusta önálló monodrámája is betekintést nyújt, amelyet ezúttal Tarjánban láthatott a közönség. Azért ezzel készültem, mert benne vagyunk a Déliné programba, és aki meghív minket, oda elmegyünk. Úgyhogy nagyon készültünk Tarjánban, már nagyon boldogan jöttünk ezzel az önálló, illetve hát ez inkább monodrámának számít, mint önálló estnek. Igazándiból nem akartam őt sem utánozni, sem másolni, a cél az volt, hogy megidézzük. Ezért nyilvánvaló vannak olyan elhangzó mondatok, amelyeket az ő mezeis akcentusában mondok el, és valószínűleg, de nem törekszem arra, hogy ezt én folyamatosan végigvigyem. Vannak dalok, amelyeknek a stílusa abszolút mezeiben hangzik el, igen. De az nem úgy volt, hogy leültem és lemásoltam, valahogy ez így jött. Ha a Nemzeti Színházba bejön valaki, akkor a Róma és Júliában láthat engem, a Kassai Polgárokban, az Ők tudják mi a szerelem, a Vitézlelkek, a Csongor és Tünde, a Hazatérést mindjárt most mutatjuk be. Jó pár darabban, most így hirtelen, csak amíg most a színre kerül, és reméljük, hogy játszani is fogjuk a körülmények ellenére. Mindenki nagyon bízik abban, hogy azért tudunk majd hosszabb ideig játszani a színházakban. Ez a darab elsősorban vidékre megy, tehát ahova meghívnak, oda megyünk. Ennek ez volt a célja, ezeknek a monodrámáknak, vagy önálló esteknek az volt a célja, hogy a Nemzeti Színház művészei az ország bizonyos pontjain, ahova meghívják őket, ott megmutatkozzék a Nemzeti Színház. És remélem, hogy méltóan tudtam képviselni az anyaszínházamat.